most már ismét Ausztriában vagyok, megyek Grác felé. Ott még lesz egy felrakó, és akkor pénteken, tehát holnap reggel 8-kor lesz a lerakás. Még pontos címet nem néztem, valahol Győr környékén. Úgyhogy még odáig ki kell tartani az üzemanyagnak és az adlónak. Az üzemanyag miatt ugye nem aggódom, inkább az adló itt a kényes pont. Most, hogy elindultam Szent Gotthárdról, még 28% volt, most már csak 27, és akkor most jönnek ugye a hegyek. Ráadásul visszafele meg 40 tonna. Na, itt vagyunk Grácsban. Gondoltam, kiteszem a kamerát, hát ha lesz egy kis városnézés. És ezt a pittyegést még mindig nem szedtem ki. Mindig elfelejtem este, mert már este fáradt vagyok, és akkor mindennel foglalkozok, de már a pittyegés kiszedésével nem. Ja, nem ott kell majd még elmennünk, jól van. Nem a tiltásnál kell elkanyarodni. Kövesd innen. Jobbra, kövesd, ez van. Azért van ez, mert lehet, hogy arra is van. De azt már nekem nem mondtad, tulajdonképpen most mondom. Elvileg 4,5 km a felrakó, hát remélem, hogy úgy lesz. A házszám az 11, de olyan nem volt, 11-es házszámot nem tudtam beütni a navigációba se. Olyan volt, hogy 12, hogy azt ütöttem be, illetve megnéztem a Google mapon, az ismerte a házszámot, de az is ugyanoda lőtte, úgyhogy reméljük, hogy ott lesz a cég. Hát bízunk benne. Ah, milyen szép fehér villamos. Ott fordul meg.
én nekem meg így kéne. Na most elkezdjük számolni az utcákat, és a másodiknál fordulj balra. Amit? Amit? Hanem majd a következőnél. Látszik, őnek is ott kellett volna, és később vette észre. A jó sarkon fordította a szerelvényt. Hát ez van. A szükség nagyul. A szélére, mert belógnak a fák, aztán nem szeretném elvinni magammal. Valamelyik nagyobb ágat.
aztán mindjárt dobunk egy balost. Valaki beenged. Most beengednek, köszönöm szépen. Kérem, a GPS-be dobjuk be egy 5000-est. Ellenkező esetben nem szabad. Nem dobok, Laci, egyszer már kifizettelek. Legyen az elég. Kapcsoltam előbb a videót, mert egy hívásom volt. Hűha! Vannak benn kamionok. Hát ez így izgalmas. Van benn cég is. Ez úgy érzem. Vagy nem, de... Motter Kerec Transport, az más. Sáros területre meg félreállok, aztán szerintem gyalog megkeresem itt a, hogy mi hol van. Majd simogatom meg a buksi helyet, kérlek. Újra tervez a tervezés.
megkérdezzük itt az osztrák kollégát. Na kérem szépen, teljesen jó helyen vagyunk. Annyi van, hogy majd ott lesz elő az iroda, úgyhogy én fölveszek egy mellényt, aztán megyek az irodába. Majd találkozunk. Van egy ilyen papír, és akkor van a minden húzalkötegen egy, gondolom, ilyen regisztrációs szám, és akkor azokat nekem fel kell írni a papírra, hogy mi kerül fel. Hát nem volt már betervezve egy ilyen darus rakodás. Hál' Istennek ki tudtam nyitni a tetőt, és remélem még vissza is tudom zárni. Ugye? Nem tudom, engem szerintem szivatnak szándékosan, mert képzeljétek el, meg volt a rakodás, visszahúzok minden, és ennek ellenőrizni, hogy jó számokat írtam fel, és képzeljétek el, kiderült, hogy rossz anyagot rakott fel a emelőgépkezelő, úgyhogy vissza az egész, újból neki. Legalább annyi értelme volt mondjuk az egésznek, hogy most már tettem alá így, most láttam, hogy mi van. Tettem alá gumiszőnyeget, úgyhogy most lekötöm, ez még szép munka lesz, aztán elindulok hazafelé, nem tudom már meddig jutok, mert nem sok időm maradt.
annyira, ez nem annyira örömteli dolog ebben a munkában. Ez kimondottan utálatos dolog. És akkor így megy ez, amíg el nem fogy. Végül is így csináltam, hogy az elsőt keresztbe kötöttem, aztán a többit meg így szépen lekötöttem. Lehúztam, van alatt a gumiszőnyeg. Jó reggelt kívánok! Tegnap, ahogy észrevehettétek, ugye rakodás közben, ahogy mutattam, lemerült a kamera. Aztán ugye éjjel föltöltöttem, és hát csornáig sikerült visszajönnöm. Hála Istennek Pepe barátom tudott mondani egy jó helyet, ahol meg lehet állni, mert igazából már csak 8 percen maradt. Ugye nem a vezetési időn fogyott el, hanem a tevékenységi idő. Úgyhogy a héten már elhasználtam mind a három csökkentett pihenőt. Na most már, hogyha a minden igaz, akkor lerakok, bemegyek Győrbe, és akkor onnan hazavisz a főnököm. És akkor hétfőn fogok megint kezdeni. Ugye ma csütörtök van, és akkor így vissza fogom pótolni a csökkentett hétvégét is, meg lesz a 45-ösöm is. Úgyhogy hétfőn tiszta lappal lehet indulni. Ahol állok, az viszont egy étteremnek a hátsó udvara. Mindjárt megmutatom. Este átbent még rajtam kívül két kolléga, egy Waberelszes szerelvény, meg én, és reggel ott van egy kakas, nem tudom mennyire látszik, meg két tyúk, úgyhogy kakas kukorékolásra ébredtem itt Csornán. A lerakó egyébként innen durván egy olyan 5-10 percre van. Úgyhogy most üszök egy műszakot, reggelizek, aztán irány. Most van 4:48, ugye 8-tól 13 óráig lehet rakodni. Nem akarok oda menni 8 órára, mert minden munkahelyen úgy van, hogy még a 8-kor, ha bemennek, akkor kávé, meg beszélgetés, megbeszélik a tegnap este délután történteket. Na, figyelj, ott hogy kergeti a kakas a tyúkokat? Most már 3 tyúk van. Sőt, ott van még egy kakas. Azta. Na, nézzük meg ezeket a kakasokat. Figyelj, de két kakas viaskodik egymással, hogy kiké legyen, melyiküké legyen a tyúk. Jó van, nem bántalak titeket. De ez a varta. Na, jó van. Reggelizek, aztán indulok. Sziasztok! Tegnap este, mikor az útról bejöttem, kiemeltem az elejét, hátulját, majd meg fogjátok látni, hogy miért is, ugye itt is eléggé hepehupás, de főleg a behajtás olyan, hogy ugye le kell hajtani az útról, és bizony ott tuti lekoccolná az elejét, ha nem lenne kiemelve. Ha emberi időbe érkeztem volna, akkor annyit meg is ért volna, hogy én bemenjek ide egyet kajálni.
és azért annyit megérdemel mindenképpen a hely, hogy elmondjam, hogy Sárkány étteremnek hívják. És Pepe barátom szerint jól főznek, mert ő szokott itt parkolni, és akkor eszik is. És ha már hagyott itt minket pihenni, kamionosokat, akkor... Mi lenne, ha drámaian mondanám? Minimum ennyit megérdemel, hogy megelőzzük. Csornán a Sárkány étterem. Na, visszaszintezem. Na, érkezünk lassan a célhoz. A 86-os szerintem egyik nagy vesztes ez a Trianna étterem. Azt tudtad, hogy én is Szombathely felé. Most megyünk be, akkor... Majd nem sokára jobbra megyünk. Mindig megálltunk, de hát ugye gondolom, hogy eléggé visszaesik neki így a forgalma, mert nem erre visz a főút. Most nincs idő Szombathelyi jobbra, hogy jobbra állni. Na basszus, itt már nincs út. Az jó. Akkor be kell menni Kónyba. Na, újra érdekes. Tervezek, tudod mekkora meló? Még a kapun bemegyek. De hogy a csarnokba? Hát ez... Erre becsukódik az ajtó. Vagy a kapu. Nem így kell, hanem be kell fordulni orral, és akkor ott szembe a falral neki kell menni. Na, de akkor az a jó, hogy ki van ennek találva a technológiája. Szembesüt a nap. Az ilyet.
a jó oldalát, hogy így viszont... Viszont nem fog a szemembe sütni a nap. De basszus, ez még így is marha érdekes lesz. Nincsen egy cselék hely neki. Hopp, nem fogtok be. Nem fog be menni. Nem fog be menni. Nem, minden nem fog be menni. Másfél métert hagyjál el! Faltól! Tolass már vissza, jó? És akkor majd itt a izén átszedd el. Hogy adod? Menjél hátra teljesen úgy. De vissza legyen ebből. Igen, vissza legyen ebből. Teljesen úgy, hogy itt vannak a nyomok. Aha. Jó, egy méter maradjon el a faltól másnél. És akkor a zsáknát szeret ki teljesen arra, és a kerítés előtte szeret visszacsapni. Jó. Az is segítesz már, hogy... Oké, köszönöm. Átulja belenek a szájára. Megnézed hátul? Oda szedjen? De oda szedj még egy kicsit. Azon a felé jó?
ezzel. Ez így elég kurva. Basszus, benn van. Bent van. Na, bent vagyunk. Úgy néz ki, hogy most már itt tényleg itt van a vége. Most már üresen begurulok Győrbe. Jézusom, mennyit fogytam. Olyan, mintha az öv nem is kéne öv. Illetve na, utolsó lukba kell beletennem. És még így se fog semmit. Mondjuk mondták, hogy az első időszak az a fogyásról szól. Az a baj, hogy én már így is ilyen vékony vagyok. Nincs miből fogyni. Na, megyek Győrbe. Ott fogom letenni az autót, és akkor a főnököm onnan hazavisz Tatabányára. Hogy útközben még bekapcsolom-e a kamerát, szerintem már nem. Úgyhogy ez a hét ennyi volt, legközelebb majd találkozunk. Elfelejtettem aztán bemutatni, hogy én milyen navigációt használok, azt akkor majd egy következő videóban. Remélem mindenkinek tetszett a rakodás, sokan kérték, hogy legyen valami rakodós dolog is. A végére azt is sikerült. Aztán, ha tetszett a videó, akkor az tök jó, ha meg nem, akkor meg írjátok alá a videó alá, hogy mi az, ami nem tetszett, vagy mi az, amit még esetleg látnátok. Annyit szeretnék még azért elmondani, hogy amikor az ember, főleg így az elején, megkap egy-egy feladatot, vagy valami problémával szembesül, vagy azzal találkozik, akkor ugye, hát nem a videózás a fő szempont, hanem annak a problémának a megoldása. Úgyhogy azért sok minden kaland most kimaradt ebből a dologból, de azt nézzétek el azért, hogy olyankor akkor az a legutolsó dolog, ami az eszembe jut, hogy én most
kamerát kapcsoljak, vagy azt húzzam, vagy azt vigyem úgy magammal. Majd ahogy jön a rutin, alakulnak majd akkor a dolgok, úgyhogy lazábbra tudom venni a dolgokat, és akkor esetleg szélesebb körben bekerül a kaland a videóba. Most akkor búcsúzom, legközelebb találkozunk, sziasztok!